Rövid műsorral köszönték meg Aprajafalva lakója város gondoskodását. Ma már nincs olyan oktatási intézménye Tolnának, amely ne esett volna át valamilyen, elsősorban energetikai jellegű korszerűsítésen. Ez nagy szervezést igényel, mondta Hámadi Szabolcs, a kivitelezést végző cég vezetője. Ez a pár hét alatt kell megoldani az itteni feladatokat, mivel felújításról beszélünk, hál' Istennek itt is találkoztunk olyan dolgokkal, amire előre nem várható volt. A teljes szennyvízrendszer itt egy korábban kiépített alagútrendszerbe megy, ami lényegesen megnehezítette a feladatunkat, sokkal tovább tartott, még a benne lévő vascsöveket korszerű csövekre kicseréltük. Az Aprajafalva óvodában két ütemben zajlott a felújítás. Először a külső szigetelés és a nyilázárók újultak meg, majd a fűtés és a vízes blokkok modernizálódtak. Ebben az épületben ugye a Jövőnk Energia-Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával 20 millió forint értékben került felújításra 3 gyerekmosdó, tehát azok a vízes blokkok, amik nagyon korszerűtlenül voltak, illetve felnőtt mosdók, és a fűtés került korszerűsítésre, a régi elavult kazánokat kicseréltük, illetve új radiátorok kerültek elhelyezésre. Ez egy lépés afelé, hogy minél olcsóbban tudjuk működtetni az épületeinket, és minél szebben nézzenek ezek ki. A város polgármestere azt mondta, a jövő felnőttei számára fontos olyan körülményeket teremteni, ahol jól és biztonságosan élhetik napjaikat.